Köszönöm szépen, sziasztok! Klassz ez a családias hangulat, köszönöm Kriszta a kedves szavakat. Hát nem arról fog szólni az előadásom, ami a teremnek a címe, hogy HR is business, hanem valami egészen másról. Két évvel ezelőtt már adtam itt elő, akkor arról beszéltem, hogy a kíváncsiság miért fontos, tavaly a történetmesélés és a bizalomépítés kapcsolata volt a témám. Mind a kettő szívügyem is, de igyekeztem mindegyikbe egy picit belelopni, persze valamit abból, amit mi csinálunk, hogy hát, hogyha az felkelti az érdeklődéseteket. Most nincs ilyen szándékom, és egy szándékom van, hogy szöget üssön valami a fejetekben, mert azt gondolom, hogy fontos, de annyira nagyon könnyű azért nem lesz róla beszélni. Szóval 12 évvel ezelőtt történt, hogy eljöttem a kormányzatból, ahol kormányszóvőként dolgoztam, és ott álltam azzal a kérdéssel, hogy mit tegyek az életemmel. És azért tudtam, hogy amíg saját céget akarok alapítani, legalább három okból, egyrészt egy önálló egzisztencia az mindig jó, másrészt, hogy a magam ura legyek, és harmadrészt kicsit ebből is következően, hogy hát ha előbb-utóbb eljön majd az az idő, amikor picit szabadabban tudok dolgozni, és a megfelelő emberek a megfelelő helyen alapon el tudok jönni akár egy hosszabb szabadságra. És képzeljétek el, hogy ez idén nyáron sikerült, mert hogy 3 hónapot munkanélkül töltöttem otthon, és tényleg ennek voltak nagyon klassz pillanatai is, mindjárt mutatok belőle egy párat. Nem ezt, az a folytatás. Igen, ezek szerintem látjátok. A jobb oldali alsóra külön is felhívom a figyelmeteket, pontosabban bal oldali alsó nektek, mert ez igazolja, hogy 2 évtizeddel azután, hogy elkezdtem, még be is tudtam fejezni a pszichológiai tanulmányaimat. Lifelong learning, ugyebár. Szóval voltak jó pillanatok, és most biztos, hogy azt kérdezitek, hogy mikor tanultam meg szobrászkodni, vagy hogy mi lesz az, amit még ehhez hozzátennék, vagy hogy egyáltalán miért mondom, lehet, hogy sokan ezt nem tudják megtenni, és miért fájdítom ezzel a szíveteket. Hát akkor hadd mondjam el ehhez, hogy azért itt volt valami más is, mert hogy az alatt, a 3 hónap alatt, amíg nem dolgoztam, addig megszámoltam egészen pontosan 275 darab gyógyszert vettem be. Ilyeneket. Akinek van bármi köze a gyógyszerekhez, az a formájukból már kiolvashatja, hogy ezek szorongásoldók és antidepresszánsok voltak. Szóval nem azért mentem el, mert el lehetett menni, hanem azért mentem el, mert el kellett menni, mert úgy éreztem, hogy ha nem megyek el, akkor kampec, akkor vége. Hűha, mondhatjátok, a pszichés terheltség nem valami olyasmi, amit szívesen kitesz az ember a kirakatba. Mit akar ezzel a Batiz, miért mondja ezt nekünk a legszemélyesebb magánügyét itt egy relatíve nagy plénum előtt? De biztos, hogy magánügy ez. Nagyon sokáig én is így gondoltam, de most már másképp látom. Azt gondolom, hogy ez közügy, vagy legalábbis közügynek kellene lennie, valami olyasminek, amiről beszélnünk kell, és most már nem kéne a szőnyeg alá söpörni, mint oly sokáig. És beszélnünk kell róla itt, vagy itt is, mert a munka világát is érinti, hiszen az életünkben, ha őszinték akarunk lenni, akkor a legtöbb időt ezzel foglalkozunk, vagy a munkájunkön, vagy nem a munkájunkön. És van még egy ok, ami miatt azt gondolom, hogy beszélnünk kell erről, méghozzá az, hogy az a feltételezésem, hogy nem vagyok egyedül. És ha már én ilyen őszintességi rohamra vállalkoztam, akkor most titeket is erre kérlek, és úgy is tudom, hogy mindenki már nagyon viszketes ebben, hogy egyszer csak elővegye a telefonját, és valamit megnézel rajta, úgyhogy most megkérek mindenkit, hogy vegye elő a telefonját egy pillanatra, és megkérem a kollégáimat is, hogy tegyék föl azt a képet, aminek a segítségével látjátok, hogy mi a kérésem. Menjetek fel, legyetek kedvesek erre a menti.com nevű oldalra, tehát a keresőbe írjátok be, legyetek szívesek. És van egy kód is, amit láttok itt a képernyő tetején, ez a 139039, és ha beírjátok, akkor lesz egy kérdés. És azt szeretném, hogyha erre a kérdésre válaszolnátok, tök anonim természetesen, és nagyon kíváncsi vagyok. A kérdés az a következő lesz, hogyha beírtátok, akkor majd mindjárt megmutatjuk, tehát menti.com, 139039. Megvan? Oké, akkor mutassuk meg, megjegyzem a kódot, mondom, ha majd kell, mutassuk meg a kérdést, remélem, hogy ezt is ki tudjuk ide vetíteni. Erre ott fölfelé nézek nagy szeretettel. Így van. Vettél-e már be vala antidepresszáns vagy szorongásgátló gyógyszert? Erre vagyok kíváncsi. Amíg, ha valaki még nem írta be, még csinálja, addig elmondom, hogy egyrészt köszönöm az őszintességet, mert a teremben ülő, vagy a teremben szavazó 82 embernek az egyharmada
azt írta be, hogy igen. És ezt talán még anonim módon sem a legkönnyebb bevallani. És hogy ezzel leképezitek-e a magyar társadalmat, vagy nem, azt pontosan nem tudom, de... még jönnek, jó. De szerintem körülbelül ebben maradhatunk. Oké, tehát egyharmad. Igen, kétharmad. Nem. Köszönöm szépen, elvehetjük a képet. És akkor így. Szóval, hogy ezzel leképezítik a magyar társadalmat, vagy nem, azt nem tudom. De van néhány adat, amit tudok, amit szeretnék veletek megosztani, mert hozzáférhető nyilvános adatbázisokból. Képzeljétek el, hogy csak tavaly Magyarországon 2 szorongásgátló tablettából összesen 2,5 millió dobozt írtak fel az orvosok. Általam találomra kiválasztott 5 antidepresszánsból, csak azért választottam ki 5-öt, mert annyira sok van, hogy az összeset nem bírtam végignézni a NEAC-nak a honlapján. 5 találomra kiválasztott antidepresszánsból 700 ezer dobozt. És hogy ez a szám nő, azt a Nielsen piackutató adataira hivatkozva hadd mondjam el, ők azt találták, hogy tavalytól idénig csak nem 1/3-dal nőtt a kiskereskedelmi láncokban eladott antidepresszánsok száma. És ha még tovább megyünk, akkor hogy a nagy a baj, az abból is látszik, hogy ma már Magyarországon a krónikus szorongás és a depresszió a 3. legfontosabb munkaképesség csökkenést eredményező ok. A nálunk fejlettebb világ még vacakabbul áll ebben, mert hogy ott a depresszió a munkahelyi hiányzások vezető oka. Miért van ez így, és mit lehet tenni? A saját történetemen keresztül is azt gondolom, hogy erről szeretnék nektek egy kicsit beszélni. És hogy miért nyomom a saját történetemet, nem azért, mert feltétlenül erről akarok kitárulkozni 80-100 embernek, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ha valamit beszédtémával akar tenni az ember, akkor úgy illik, hogy azzal kezdi, hogy a saját bőrét viszi a vására. És azt is gondolom, hogy ha ezt megteszi valaki, akkor hát, hogyha sikerül a hallgatás falait egy picit legalább lejjebb bontani ebben a kérdésben. Úgyhogy magammal kell kezdenem. Képzeljétek el, hogy gyerekkorom óta szorongok, aminek az a legviccesebb, ilyen legkorábbi emléke, vagy előveszem a régi fényképeket, akkor azt látom, hogy a legtöbb fényképen kardigánban vagyok gyerekkoromban. Tudjátok, melyik ruhadarab a kardigán? Igen, amit akkor vesz fel a gyerek, ha az anyukája fázik. És az én anyám szegény, ő mindig didergett, úgyhogy én állandóan kardigánban voltam, és biztos ennek van köze ahhoz, ami történt velem később. Az első nagy parám az az atomháború volt. A 80-as évek végén éveken keresztül rettegtem attól, hogy atomháború lesz, nem bírtam híradót sem nézni, sőt, hazafelé a buszon eszembe jutott nagyon gyakran, hogy ha most indítanának egy rakétát az amerikaiak, akkor vajon én még hazaérnék-e? És akkor megfogalmazódott bennem az a vágy, hogy levelet kéne írni Ronald Reagannek arról, hogy talán szereljék már le ezeket a fegyvereket, mert hát a világ gyermekei ezt olyan nagyon nem szeretnék. Biztos büszke lett, ne, vagy lett volna rám a Greta Thunberg, ha ezt megtettem volna, de persze nem tettem. És aztán szorongtam egy csomó minden más miatt is, de legfőképpen betegségektől. Tudjátok, ez az a hipohondriás szorongás, biztos, hogy hallottatok már róla. Az a nagyon klassz benne, hogy az ember szinte soha, de soha nem tudja eldönteni, hogy amit érez, az egy betegség, vagy az a betegség, hogy érez valamit. És mindig kell valamilyen fajta megnyugtatás ebben. És hál' Istennek én ezt elég sokáig elég jól tudtam menedzselni, mert ha valamit éreztem, elszaladtam az orvoshoz, mi a probléma, ez fáj, nincs ott semmi, és már nem is fájt. Így volt például a vakgyomélgyulladásom is, amit nagyon könnyen kikezeltek, megmondták, hogy nincs, és akkor már nem volt. És ezzel el lehetett lenni évekig, de aztán egyszer csak, ráadásul egy olyan pillanatban, amikor már több sikeres karrier mögöttem volt, és egy sikeres céget vezettem, eljött az a pillanat, 7 évvel ezelőtt, hogy éreztem valamit, azt mondta az orvos, hogy nincs semmi baj, de nem múlt el. Na ez volt az igazi baj. És ez volt az első olyan pillanat, amikor hát el kellett kezdenem nekem is más típusú megoldásokat is választani. Például gyógyszert szedni. Ekkor szedtem fél évig életemben először gyógyszert. És most már 3 éve járok terápiába is, van egy szigorú, és kikötötte, hogy azt kell mondanom róla, hogy dinamikus szemléletű pszichoterapeutám, aki évek óta foglalkozik velem, vagy dolgozunk együtt, és mondta ő nekem, hogy készüljek rá, hogy ez hullámzó lesz, de hogy ennyire, azt azért nem gondoltam. Mert aztán idén februárban oda jutottunk, hogy volt egy péntek este egy olyan szorongásos rohamom, vagy pánikrohamom, hogy szegény feleségem, aki volt olyan kedves, és eljött, hogy ezt ma meghallgassa, és valahol itt ül, mentőt hívott, aki persze nem vitte el, mert nem volt miért elvinni, de innentől kezdve egy vesszőfutás volt az élet május végéig. Képzeljétek el, hogy lehet, hogy ha ismeritek az érzést, akkor nem fogok újat mondani, be kellett ülni megbeszélésekre, amikről ki kellett néha jönnöm, mert úgy éreztem, hogy elájulok.
vagy be kell tűnöm egy fontos üzleti tárgyalásra, és rettegtem, hogy végigcsináljam, vagy kiállni egy tréningre, vagy egy ilyen helyzetben, mint ez, és még jó képet is vágni hozzá, meg mosolyogni, hogy ez klasszul menni fog. És be kellett látnom, hogy nem megy. Szóval, hogy muszáj valamit csinálni, és ezért jött el az a 3 hónap, amiről már címszavakban, vagy címképekben beszéltem nektek. De mielőtt elmentem erre a 3 hónapra, egy nagyon kedves ismerősöm azt a tanácsot adta, hogy vigyázz, mert ha elmész 3 hónapra, és utána visszajössz, és ugyanúgy folytatod, ahogy előtte csináltad, akkor teljesen felesleges volt gyakorlatilag elmenni 3 hónapra. Tehát tudtam, hogy ezt nem lehet. És ezért ez alatt a 3 hónap alatt rengeteget olvastam, és gondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen mi is az, ami történik velem, és miért van az, hogy kialakul bennünk a krónikus szorongás vagy a depresszió, hogy ennek milyen okai lehetnek. És egy nagyon izgi utazás volt, és ennek a fő konklúzióiról szeretnék nektek beszámolni. És az egyik első dolog, amit találtam, az egy brit újságíró könyvében olvastam, és talán ez a tételállításom ma, az ő tételállítása is, és egyszerre volt felszabadító és félelmetes. Mert Johan Hari, akinek a Lost Connections, vagy szabadon fordítva, magyarul talán még nem jelent meg, Elveszített kapcsolatok című könyve, azt mondja, sok-sok szakemberrel interjúzott a világ különböző pontjain, és az az állítása, hogy az, ami velem történik, vagy veletek történik, vagy történhet, az teljesen normális reakció arra a világra, ami körülvesz bennünket, vagy amit engedünk, hogy körülvegyen bennünket. És ez egyszerre felszabadító, mert azt gondolhatja az ember, hogy normális vagyok. Másodszorban ijesztő, mert rögtön arra gondolhatsz, hogy oké, de akkor biztos nem lesz elég, hogy 2 bogyót bevegyél, és kicsit jobban alszol tőle, mert ettől nem fog megoldódni. És ha tovább lépünk, akkor az is kiderült számomra, hogy a biológiai vagy a genetikai megalapozottsága minden ilyennek az létezik, de attól, hogy az embert elérje ez, egészen más társadalmi és lélektani okokra van szüksége. Vagy kell az ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. És több ilyen ok is van. És egyáltalán nem biztos, hogy mindenkire igaz mindegyik, rám is csak néhány igaz, sőt lehet, hogy más faktorok is vannak, de vannak ilyen faktorok. Mondok példákat. Ilyen például, hogyha az ember elszakad a természettől. Mindegyikre igaz az elszakadás. Ilyen például, hogyha az ember elszakad a valós értékektől. Ilyen például, hogyha az ember elszakad az értékes emberi kapcsolataitól. Ilyen például, ha az ember elszakad a biztonságos jövőbe vetett hitétől. És ilyen például, és erről akarok külön beszélni, hogyha az ember elszakad az értelmes, jelentőségteljes munkától. És csak józan paraszti ész kell hozzá, hogy belássuk, hogy valójában ennek az egynek mennyi hatása van a többire. Hiszen hogy legyen értékes emberi kapcsolatunk, ha állandóan dolgozzunk, vagy hogy legyen kapcsolatunk a természettel. Vagy hogyha nem biztos a foglalkoztatásunk, vagy hogyha aggódnunk kell emiatt, akkor hogy legyen biztos hitünk a jövőben. És különösen azért is, mert talán nem vitatja egyikőtök sem, aki itt ül a teremben, hogy ma már a munka lett az identitásunk formálójának az egyik legfontosabb, vagy legerőteljesebb eleme. Ezért kell akkor egy kicsit beszélni a munkáról. És ebben nincsenek olyan jó hírek, bármennyire is szeretnénk ilyet elmondani. 8 évvel ezelőtt végzett a Gallup egy világméretű kutatást. 142 ország, 80 ezer ember. Egy valamire voltak kíváncsiak, hogy az emberek mennyire elkötelezettek a munkájuk iránt, mennyire szeretik. Tudjátok, mi jött ki? 100-ból tudjátok, hányan szerették 2011-ben a munkájukat? 13-an. 13-an. 87-en vagy nem szerették, vagy kifejezetten utálták. És az ember egy kicsit utána olvas, akkor talál ilyen magyar adatokat is. Akkor Magyarországon 2011-ben 11% mondta azt, hogy szereti, amit csinál. És több mint 30%, hogy kifejezetten utálja. És hogyha abban reménykedünk, hogy az elmúlt 7 év alatt megfordult a világ, nem fordult meg a világ, mert tavalyi adat is van, és nagyjából ugyanerre jutottak. Az emberek nem szeretik, amit csinálnak, vagy jelentős részük nem szeretik, amit csinál. És akkor fel kell tenni 2 kérdést. Az egyik az az, hogy ez miért baj? Eztán könnyebb lesz megválaszolni. A másik pedig az, hogy de mit lehetne tenni, hogy ne így legyen, vagy inkább, hogy miért van az úgy, hogy nem szeretik a munkájukat, vagy hogy nem lelkesek iránta. Miért baj, hogy ez így van? Hát mert rosszul érzik magukat. 1-2, ha cégként gondolkodunk, azért baj, mert nem fognak úgy teljesíteni. A Gallup 2011-ben 7 trillió dollárra becsülte világszinten a vesztességet, ami abból fakad, hogy mindössze 13% szereti, amit csinál. Tehát olyan nagyon meg se éri. És gyakorlatilag Magyarországon ugyanez a helyzet, ahogy azt az előbb már mondtam. 7 trillió dollár az rengeteg pénz. És miért van ez így?
Miért van ez így? Miért nem szeretik az emberek, amit csinálnak? Miért nem szeretik annak ellenére, hogy ti, mi, ezen a konferencián résztvevő összes ember azon dolgozik, azt mutatjuk be itt egymásnak, hogy milyen klassz körülményeket alakítunk ki a kollégáinak, hogy jobban érezzék magukat. Hogy milyen újfajta megoldások vannak, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő pozícióra, és sorolhatnám. Miért marad ez így? Miért van ez mégis így? Nem állítom, hogy teljesen körültekintő és mély választ tudok adni, de egy pár dolgot azért találtam. A 20. század második felében, vége felé volt egy, vagy van egy, mert szerintem ma is él, egy Michael Marmot nevű ausztrál társadalomtudós, orvos. Azt hiszem, inkább orvos. Következőre jött rá. Arra jött rá, hogy a munkahelyi stressznek nem az az elsődleges oka, hogy túl nagy felelősség szakad az emberekre, hanem az az elsődleges oka, hogy nem érzik, hogy van bármiféle kontrolljuk az események fölött. A fölött, amit csinálnak, vagy ami történik velük. Brit kormánytisztviselőket vizsgált egyébként, és ebből derítette ezt ki, de elég jól meg lehetett utána nézni más társadalmi rétegeken, vagy más csoportokon is. Kezdtem magamon gondolkodni, igaz ez rám, van kontrollom az események? Hát persze, hogy van kontrollom az események fölött, én vagyok a saját cégem vezetője, meg tulajdonosa, biztos az történik mindig, amit én akarok. Aztán rájöttem, hogy aha, de a sikerünknek a kontrollja valójában az ügyfeleink kezében van nagyon gyakran, és azt nem biztos, hogy arra van befolyásom, tehát akár még engem is érinthet. De Marmot mondott mást is. Arra jutott, hogy van egy másik ok, ami a krónikus szorongáshoz és a depresszióhoz vezetett a munkahelyen. Az, hogyha az egyensúly, ami a befektetett munka és az kapott, hogy úgy mondjam, elismerés vagy visszajelzés között felborul. Egyszerűsítsük le, ha még egy köszi sincs, az borzasztóan deprimáló. Na, megint kezdtem magamon gondolkodni. Ez igaz rám? És akkor rájöttem, hogy... Kitől vár köszit ugye a cégvezető? Sokáig sok tréninget tartottam, és a tréningek azért jók, ugye, mert a végén, az esetek döntő többségében, legalábbis ott és akkor, nagy pozitív visszajelzés, hú de jó volt, nagyon köszönjük, működik. Ez jó visszajelzés. Az utóbbi időben nem foglalkoztam ilyesmivel, nem kaptam ilyen visszajelzéseket, tök jó fejek a kollégáim, de nem mondják azt, hogy köszi, én nekem kell nekik mondani, nekem ki mondja. Persze nem sajnáltatni akarom magam, csak azt akarom mondani, hogy hoppá, itt már egy picit magamra ismertem. És ha tovább nézzük, akkor a 20. század végének kutatásait a 21. században egy csomó új adalék egészítette ki. Mert hogy filozófusok, szociológusok, pszichológusok kezdték azt kutatni, hogy miért rokkanunk bele a munkába. És akkor sok minden előkerült, amikből csak egy icipicit tudok elmondani most nektek. Például van egy sztár filozófus, Németországban él, Hahn-nak hívják, Dél-Koreában született egyébként. Ő például azt állítja, hogy... Egyszerűen magunkat zsigereljük ki, és tesszük beteggé. És még azt is állítja, hogy a nagy ránk szabott szabadsággal nem tudunk mit kezdeni. Mire gondol? Arra gondol, amiről már reggel is beszéltünk itt egyébként az interjú közben, hogy a munka és a magánélet vagy a szabadidő közti határ teljesen elmosódott. A rugalmas munkavégzés tök jól hangzik, de hogyha ez azt jelenti, hogy akkor is dolgozunk, amikor nem, akkor nem hangzik jól. És akkor is dolgozunk, amikor nem. És ezt is lehet mérni. Például brit átlagos munkavállaló reggel 7-kor nézi meg először a munkahelyi e-mailjét, és este azzal fekszik, hogy még csekkolja egyszer. Hát ez nem az. Ez nem az a szabadság, amire gondolunk, hanem ez egyfajta rabság, ami persze a kiváló digitális eszközöknek köszönhetően mindig átölel bennünket. De persze van más is. Megváltozott a munkakultúra. Mit várunk mi el a munkatársainktól? Azt várjuk el, hogy ne vakon alkalmazkodjanak, legyenek kezdeményezőkészek, legyenek agilisak, találják fel magukat a legtöbb helyzetben. Egy csomó olyan dolgot várunk el tőlük, ami amúgy a szabadságról szólna, meg az autonómiáról, de például Hahn úrnak az az állítása, hogy egyáltalán nem biztos, hogy fel tudunk nőni ehhez a szabadsághoz, vagy már fel tudunk nőni ehhez a szabadsághoz. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy és van-e kielégülés, van-e elégedettség egy elvégzett munka után. Vagy pedig ott maradunk azzal, hogy a következő feladat lesz az, ami majd a kielégülést hozza. És hogyha bajba kerülünk, vagy hogyha betegek leszünk emiatt, akkor magunkra maradunk vele reménytelenül, mert nem olyasmi ez, amiről tudunk beszélni. És hadd kérdezzek most megint tőletek valamit, vegyétek elő a telefont, hadd legyek kíváncsi. Ha visszahozhatjuk a Mentimétert. A következő kérdés az, hogy ha bármilyen helyzeted adódna, mint amiről beszéltem én, akkor beszélnél erről a kollégáiddal? Na, azért ez egy kicsit biztatóbban hangzik. Ez jó, de hát, hogyha már az elmúlt 10 perc miatt. De hogyha eddig is így volt, akkor kifejezetten örülök neki. Ez jó hír, mert akkor az azt jelenti, hogy mernétek tanácsot kérni.
Mert hogy most arról kell egy picit beszélnünk, hogy mit lehet tenni, és persze ez egy nagy olyan társadalmi ügy, amiben biztos, hogy rengeteg apró lépésre van szükség, de azt gondolom, hogy van egyének szintjén lépés, amit meg lehet tenni. Például nagyon fontosnak gondolom, hogy te, akik itt ültök, vedd észre, hogyha baj van, és merjél segítséget kérni. Akár a kollégáitól, akár szakembertől. A mai napig több diplomás értelmiségi barátaimmal vagyok kénytelen arról hosszabb beszélgetéseket folytatni, hogy van-e a pszichológusnak például értelme. Miért akarja a pszichológus megoldani? Hát nem fogja a pszichológus megoldani, de ketten együtt például már meg tudjátok oldani, és a két bogyó, amitől jobban alszol, az viszont nem fogja megoldani. Tehát egész biztos, hogy fontos, hogy az ember ezt észrevegye magán, és hogy hajlandó legyen segítséget kérni, és hogy ne gondolja azt, hogy az a megoldás, hogy most tolom valahogy, kérek egy kis segítséget, és hát ha van olyan booster, amitől így fogom tudni tolni egyébként a világ végéig, mert nem fogjuk tudni. Mit tehetünk vezetőként? Azt hiszem, hogy talán ez, akik itt ülnek a teremben, biztos, hogy sokan vezetők vagytok. És nyilván ezer megoldás van rá. Azt hiszem, hogy az első és a legfontosabb az az, hogy beszéljünk róla. Mert hogyha a vezető meri vállalni a sebezhetőségét, mert hogyha a vezető nem akar úgy tenni, hogy ő tökéletes és mindent kibír, akkor azzal bátoríthatja arra a többieket, hogy ők is beszéljenek, vagy ők is vállalják, ha valami bajuk van. És igen, a vezetőnek ezen kívül még arra is törekednie kell, hogy képes legyen olyan környezetet kialakítani a munkahelyén, ahol egy, amiről beszéltem, legyen kontrollja a munkatársainak valami fölött, legalább kapjanak elismerést, és egyáltalán egy olyan közegben dolgozhassanak, ahol látják és tudják, hogy mi az értelme annak, amit csinálnak. És tudom, hogy Simon Sinek biztos sokatok szemében lerágott csont, és már nagyon sokszor meghallgattátok kiváló előadásait, nem is akarom idehozni, csak egy szempontból. Ugye mit mond a Simon Sinek, hogy találd meg a miérted. Oké, ez tök rendben van. Egy szervezet megtalálja miértjét, hogy miért csinálja, nagyon fontos. De két adalék, amiért mégiscsak elmondom. Egy, újra és újra meg kell találni. És nem csak a szervezetnek, hanem az alszervezetnek, a még kisebb egységnek és minden egyes embernek. Mert ha nem látod a miértet, akkor nem fogod tudni a munkádat úgy végezni. Kell, hogy legyen miértje. És ha megnézzük azokat a munkáltatói márkaépítéssel foglalkozó kutatásokat, hogy milyen cégeknél akarnak a világban lévő fiatalok dolgozni, akkor a legfontosabb, amit mondanak ma már a legtöbb helyen, az a purpose. Mert ha nincs purpose, nem akar ott dolgozni. Lehet, hogy már előre tudja, hogy a lelki egészsége is ezen múlik. Ez például biztos, hogy rajtunk múlik. És ha azt mondjátok, hogy na jó, de ez egy társadalmi ügy, és mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy egy nagy társadalmi ügyet megoldjunk, akkor persze, ezt mindig minden ilyen helyzetben halljuk. És el akarok mesélni nektek egy történetet, ami elmondja, hogy mégsem vagyunk olyan kicsik. Az említett Johan Hari könyve fejeződik be ezzel a történetről, amit elmesélek nektek. Volt egy Andrew Sullivan nevű újságíró szerkesztő, 80-as évek végi Amerikájában élt. Ő egy homoszexuális ember volt, aki éces lett, és biztos volt benne, hogy meg fog halni. Akkor ebben nagyjából mindenki meghalt. És ezért életének utolsó heteire visszavonult egy ilyen meleg közösségbe, és elhatározta, hogy ír egy könyvet. Úgyis ez lesz az utolsó tette az életében. A könyvének az a címe, hogy Virtually Normal, meg is jelent, és az a fő állítása, hogy ahhoz, hogy a melegek kiszakadhassanak abból az zárt világból, amiben élnek, ahhoz engedélyezni kell, hogy összetudjanak házasodni. Tehát az azonos neműek házasságát kérte, követelt ebben a könyvében Sullivan. Természetesen azonnal megtámadták, nem csak a jobboldali vagy konzervatívok, a baloldaliak is, a meleg szervezetek is tüntetéseket szerveztek ellene, mondván, hogy hogy képzeli ezt, és közben haldoklott. És valószínűleg, hogyha valaki akkor azt mondja neki, hogy figyelj, nem fogsz meghalni. Sőt, 25 év múlva, amikor a legfelsőbb bíróság engedélyezi Amerikában az egyneműek házasságát, akkor bele lesz téve, meg fogják említeni a könyvedet, hogy erről te is tehetsz. És hogyha azt mondja neki valaki, hogy levelet fogsz kapni a Fehérház akkori lakójától, hogy megköszönje a te hozzájulásodat is ehhez, és meghív vacsorázni oda, és közben szivárvány színben borul a Fehérház, akkor nagy valószínűséggel nem hitte volna el. Pedig ez történt. Mert hogy Barack Obama írt neki, meghívta, együtt vacsoráztak, mert azt gondolta, hogy ő volt, Sullivan volt az, aki ezt először elindította. Csak azt akarom mondani, hogy minden kicsi lépés számít. És a végén két apróság. Ha kérdeznétek, hogy na jó, de hogy vagy András, akkor most azt tudom mondani, hogy jól. De nem úgy jöttem vissza, hogy elmentem. Másképp fogom élni az életemet, és másképp fogom rendszerezni a prioritásaimat, mert pontosan tudom, hogy úgy nem mehetett tovább. És ha nem is fogok holnaptól erről blogot vezetni, amiről ma beszéltem, de egy valamit meg fogok tenni. Amikor eljöttem, tudjátok, mit mondtam a kollégáimnak?
figyeljétek az eufemizmust, muszáj egy kicsit pihennem, mert jelzett a szervezetem, hogy pihenésre van szükségem. Ezt mondtam neki. Persze, ha hörkurútam lett volna, vagy mondjuk köldöksérvem, akkor elmondom, és biztos, hogy kapok egy jó kis együttérzést, azt mondja, hogy András, majd meggyógyulsz, nem tudom. Erről nem beszéltem. De most már tudom, hogy velük is kell beszélnem, és ha most nincs itt mindegyikük, vagy nem látják a videót, akkor azt is tudom, hogy hétfőn ez lesz az első dolgom, hogy velük is megbeszélem. Mert eddig nem mondtam el senkinek, és most meg elmondtam nektek. Köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm. Köszönöm.